Ezúttal nem a Szekszár melletti sötétvölgyben, nem a Csörgetónál, de nem is a közeli Ülcsényi repülőtéren, hanem Szekszár sportközpontjában rendezték az országos mezei futóversenyt utánpótlás korosztályokban, és persze a felnőtt kategóriákban is. A rendező Szekszárdi Egyesület ugyanis a közelmúltban a valamikori Dózsa, ma már városi stadion belső és külső vonalán található, lényegében körpályán felfedezett egy olyan alapvetően sík, de mégis változatos terepet, amely nagyon is alkalmas volt arra, hogy a mezei liga téli felkészülési versenysorozat egyik helyszíne legyen. Nagyon tetszik a pálya vezetése. Ez a füves terep, ez kimondottan a mezei futásnak megfelelő. Van benne egy kis domb is, amikor ott a lelátó mögött el kell jönni. A kanyarok is elég jók, van benne éles kanyar, van benne tompa kanyar, de ez a kilométeres kör pedig azért is jó, mert a nézők is a lelátóról végigláthatják az egész pályát, az egész versenyt. A pálya az nekem is nagyon tetszett, mi edzettünk már a tanítványaimmal itt múlt héten is, mert akkor már kikaróztuk, és nagyon jól esett, hogy a versenyzők, edzők pozitívan jeleztek vissza, és azt mondták, hogy szívesen jönnek januárba is, mert a második fordulót az országos ligasorozatban is mi kaptuk meg, és hát mindig öröm vendégül látni az ország legjobb futóit itt Szekszárdon. Az utolsó versenyszám a felnőtt nők, illetve férfiak futama volt, velük együtt startoltak az U23-as, illetve a junior versenyzők is. Így még az utánpótlás korú versenyzőknek volt lehetőségük lemérni, hol is tartanak a felnőttekhez képest a felkészülésben. Igaz, a nőknél a teljes mezőnyben éppen egy még nem felnőtt, egyébként veszprémi versenyző számított nem csupán esélyesnek, hanem favoritnak is. Varga Gréta ugyanis az elmúlt egy-két évben a közép- és hosszú távfutás különböző távjain sorra döntötte meg az ifjúsági magyar csúcsokat. A most ráváró 6 körből álló 6000 méteren szinte esélyt sem hagyott senkinek, a mezőny tagjainak arra, hogy valaki őt legyőzze. Nagy fölénnyel győzött és már céljairól is beszélt, miután kifújta magát célba érkezés után. Még 3 évig középiskolás leszek, szóval még nem nagyon kell gondolkodnom máson, de ez majd még alakul. A férfiak 8 köre, vagyis a 8000 métere a mezei liga első fordulójának záró futama már a rajtnál nagyobb izgalmakat rejtegetett. A benfentesek mondták is, a szekszárdi középtávfutó kiválóságnak, az egyik legismertebb hazai versenyzőnek, Szemerei Leventének bizony akad kihívója a veszprémiek 10000-ese Szögi István személyében, aki amolyan mezei specialistának is számít ráadásul. Igaz, legutóbb a kecskeméti OB-n, a legrangosabb mezein, még ebben a kategóriában is a szekszárdi atléta győzött. És ne feledjük, a 10000-es pályabajnokság győztese is Szemerei Levente. Igaz, ő nem ezekre a távokra, hanem fő számára a 3000 akadályra készül elsősorban. Legutóbb, mikor meccseltünk a mezei országos bajnokságon, akkor a Levi megelőzött engem, de most jó állapotban vagyok, jól halad a felkészülés, úgyhogy ma nekem sikerült jobban a verseny. A mezőny talán egy kicsit népesebb volt, kicsit erősebb, viszont a mezei országos bajnokságon ott egy picit többen voltunk talán. A pálya nekem itt sokkal jobban tetszett, bár ott sincsen sok emelkedő, itt talán még kevesebb, de ez a sok éles kanyar, változatos terep, ez tetszett nekem nagyon. Most alapozás van, leginkább most egy picit a fedett pályára próbálunk majd ráerősíteni, hogy ott akár egy felnőtt Európa bajnoki szintet fussunk. Nem, ez egy jó verseny volt, volt egy kis tempó is, jó volt. Már csak emiatt is érdemes lesz január 9-én a szekszárdi sportközpontba kilátogatni, hiszen a mezei liga második fordulóját is itt rendezik. És bizony csemegének ígérkezik egy újabb szemerei szögi összecsapás 8 kilométeren, de újra ott lesznek a mezőnyben az utánpótlás korosztályok legígéretesebb szekszárdi, bonyhádi és dombovári futóatlétái is.